Készülnek az ajándékcsomagok a Petőfi Sándor művelődési házban. Bátaszéken hagyomány már, hogy minden esztendőben a város külön kedveskedik a rászorulóknak és a szépkorúaknak. A most összeállítás alatt álló ajándékok a 70 és 90 év felettiek karácsonyfája alá kerülhetnek majd. Ebben az évben december 17-én tartottuk volna a 70 éven felüliek karácsonyváró ünnepségét a sportcsarnokban Bátaszéken. Viszont ahogy az előző esztendőben is, úgy idén is meg kellett hoznunk sajnos a pandémia miatt azt a döntést, hogy hát a világjárványra való hivatkozással nem tartjuk meg, mert ennél mi jobban szeretnénk vigyázni az időseinkre, hiszen 70 éven felüli bátaszéki polgárokról van szó, és minden évben 400 körüli, körülbelül 400 fő szokott ezen részt venni. Egy rövid kis műsorral kedveskedünk nekik, és mindig kapnak tőlünk valamilyen ajándékot. Aztán ott a sportcsarnokban egy kis beszélgetést, vacsorát, eszegetést, iddogálást követően mindenki elmegy haza, és természetesen a családjával, amennyiben teheti, tölti a karácsonyt. Ebben az évben is máshogy lesz ez, viszont mi minden Bátaszéken élő 70 éven felülinek szeretnénk kedveskedni egy kis ajándékkal. Ezeket csomagoljuk most, és még pluszban el kell mondanom, hogy az önkormányzat jóvoltából plusz ajándékozásra is lesz lehetőség, hiszen a városban él több mint 60 fő, 90 éven felüli bátaszéki polgár. Nekik az önkormányzat külön még egy kis plusz ajándékkal kedveskedik. A csomagokba kerülő kedvességeket a városban segítő önkéntesek segítségével juttatják majd el az érintettekhez. A következő héten az önkénteseink, a munkatársaink és a Bátaszéki II. Géza gimnázium diákjainak a jóvoltából és segítségével minden postalánába eljut ez a 70 éven felülieket köszöntő kis karácsonyi ajándék. Az idősebbeknek szóló megemlékező csomagocskák mellett a város külön segítséggel is hozzájárul ahhoz, hogy ne kelljen senkinek nélkülözni az ünnepnapokon. Bátaszék város önkormányzata is elindított egy adománygyűjtő akciót, amelynek a keretein belül várják a felajánlásokat, és a gondozási központtal karöltve és együttműködve még karácsony előtt a rászoruló családok számára szeretnének eljuttatni élelmiszercsomagot, illetve olyan hasznos holmikat, akár játékokat vagy ruhaneműt, amelyeket ezek a családok nyilván tudnak használni, és jó néven veszik, hogyha kapnak ilyen támogatást. Úgyhogy a művelődési ház másik felében a gondozási központ munkatársai szorgoskodnak, akik az élelmiszereket, tartós élelmiszereket csomagolják, szortírozzák, válogatják, hiszen hogyha jól tudom, akkor 250-260 csomagot fognak a héten elkészíteni, és szintén a saját munkatársaik és jelentkező bátaszéki önkéntesek segítségével a jövő héten ezeket a csomagokat is megkapják a segítségre szoruló bátaszékiek.